Bezárta kapuit a Tolnai Vosinszky-Mor általános iskola felső tagozata. Az iskolában rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az oktatási hivatal. A 8 osztályban összesen 203 diák tanul, az iskolában több tanító is elkapta a koronavírust. Az intézmény vezetője úgy fogalmazott, ellehetetlenült a nevelés és az oktatás biztosítása. 4 kollégánknak lett a COVID-19 tesztje pozitív, és további 7 kollégát teszteltek. Az ő eredményeire várunk most. Ezért szükségessé vált, hogy 2020. november 16-tól 20-áig rendkívüli tanítási szünetet rendeljünk el. Bár a Tolnai iskolához hasonló több eset egyelőre nem történt, Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója azt mondja, az elmúlt 2 hétben jelentősen növekedett a fertőzött diákok és pedagógusok száma. Ugyanis az őszi szünet utáni első tanítási napon 9 fertőzött pedagógus és 8 fertőzött diák volt az intézményekben, és 3 osztályban volt tantermen kívüli digitális oktatás. Ez a szám mostanra jelentős mértékben megnőtt. Jelen pillanatban 43 fertőzött pedagógusunk van, aki otthon van, 31 néhány diák, és 21 osztály számára rendelt el az operatív törzs tantermen kívüli digitális oktatást. Tolnán pedig 8 osztály számára az oktatási hivatal rendelt el rendkívüli szünetet. A Szekszárdi DNS Valéria általános iskola igazgatóját telefonon értük el. Ő azt mondta, náluk egy osztály karanténban van, mert az egyik gyerek elkapta a koronavírust, de dolgozójuk is van, aki igazoltan fertőzött. Sióalgárdon pedig november elején döntött úgy a település polgármestere, hogy bezárják a helyi óvodát és bölcsödét, mert egy dajka elkapta a koronavírust. Ugyanezekben a napokban Bátán is bezárt az óvoda, ott az intézmény vezetője fertőződött meg. Majd miután minden dolgozót leteszteltek, kiderült, hogy szinte valamennyi munkavállaló koronavírusos.